Köszöntöm a nézőket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megkezdődtek a szüreti napok előkészületei, változik a forgalmi rend Szekszárdon. Egyre több a poloska, a lakásokba is beköltöznek a kellemetlenkedő rovarok. Driftelésre használta a focipályát, rongálás miatt kell felelnie a fiatalnak. Üzemidő hosszabbítás, napi aktualitásokkal rendelkezik a projekt. Megkezdődtek a szekszárdi szüreti napok előkészületei, ennek megfelelően a forgalmi rend jelentősen átalakul a városban az elkövetkezendő napokban. A szervezők türelemre és körültekintésre kérik a közlekedőket. Munkagépek zajja tölti meg a szekszárdi Béla teret. Elkezdődött a várt szüreti napok előkészítése. Ennek megfelelően a főbb helyszíneken az építkezés is beindult, ami a forgalmi rend átalakítását hozta magával. Igaz, 2 év eltelt azóta, hogy utoljára a város legnagyobb rendezvényére sor kerülhetett, de ezekre a munkálatokra a megelőző években is szükség volt, így hát nem meglepő, hogy egy kicsit megváltozik az élet ezekben a napokban. A Béla Király téren már kedden kora reggel óta folyik a boros pavilonok felállítása, és itt kitelepülő árusok faházainak, pavilonjainak az összeszerelése. Így értelemszerűen a belvárosnak ez a szakasza már a keddi naptól kezdve egészen a fesztivál követő hétfő estig lezárásra került. És ugyancsak zárva van a 4-sávos út a Garai tértől a múzeumig. A Garai tömb belső parkolójáig csütörtökig lehet még közlekedni. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen méretű forgalomkorlátozás a sok problémával, áttervezéssel jár, de én úgy gondolom, hogy a szekszárdi lakosság abból az örömteli tényből kiindulva, hogy újra szüreti napok programját élvezhetjük, úgymond túléli, és segíti a mi munkánkat azzal, hogy megpróbálja picikét a parkolási szokásokat, a munkahelyre, az iskolába jutást egy picit átszervezni. Az esemény leglátványosabb része a szombati szüreti felvonulás lesz, mely a szokott útvonalon a Bezeridi utcából indulva a szakképzési centrum Adiszak középiskolájáig vonul majd. Ennek idejére a zene szakaszon is teljes forgalomkorlátozást vezetnek be. A szekszárdi szüreti napok programjáról, a forgalmi rend átalakulásáról minden fontos információt elolvashatnak a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján. A régi katásoknak a kataalanyiság megszűnése miatt szeptember 30-áig nyilatkozniuk kell a bevételeikről, és az esetleges 40%-os mértékű adót is be kell vallaniuk, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyilatkozatot azoknak is be kell nyújtaniuk, akik augusztus 31-én szüneteltették tevékenységüket, figyelmeztettek. Az adóhivatal jelezte, nyilatkozni a 22 kata jelöltnyomtatványon kell, mely legegyszerűbben a NAV honlapjáról, vagy közvetlenül az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban érhető el. Az ügyfélkapus azonosítás után a volt kisadózó a vállalkozói adószámát kiválasztva a 22 kata felületre jut, ahol néhány kattintással kitöltheti és beadhatja, nyilatkozatát írták. Előreláthatólag országosan mintegy 28 ezer számlálóbiztos részvételére lesz szükség október 1-e és november 28-a között a népszámlálás lebonyolításához. A Központi Statisztikai Hivatal a települési, illetve a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzőivel közösen elindította a számlálóbiztosok toborzási kampányát. A munkalehetőségre a polgármesteri, valamint a közös önkormányzati hivatalokban jelentkezhetnek az érdeklődők. A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek, ennek részleteiről is a hivatalokban kérhetnek információt a jelentkezők. Az ősz beköszöntével újra és újra visszatérő problémának számít a poloska. Amellett, hogy a rovar komoly károkat okoz a mezőgazdaságban, a lakásokban is gyakran keres magának telelőhelyet, ezzel megkeserítve a lakók mindennapjait. Bár kellemetlen szagot árasztanak és rendkívül zavaróak, az emberekre és az állatokra nem veszélyesek. Az őszi napokon megrohamozzák a poloskák a bejárati ajtókat, ablakokat, helyet keresve maguknak a térre. A már kifejlett egyedek egyre gyakrabban bukkannak fel a lakások környékén és más védettebb helyeken. Ilyenkor
mikor kicsit megjön a hidegebb, tehát az éjszakai hőfok az lemegy 10 fok alá, akkor ők elindulnak befelé, és ők nagyon szeretnek emberek közelében élni. Ugye megpróbálnak egy hibernát állapotot elérni valamilyen zugban. Most ez sokszor nem jön össze, a lakás melege az viszont feléleszti őket, és ilyenkor van az, hogy a karácsonyfán is megjelennek majd decemberben. Védekezni a rovarok ellen úgy tudunk, hogyha ezeket a járatokat lezárjuk. Bár kellemetlen szagot árasztanak, és rendkívül zavaróak, az emberekre és az állatokra nem veszélyesek, hiszen kizárólag növényi nedvekkel táplálkoznak. Annál inkább okoznak nagy károkat a mezőgazdaságban. Azt kell tudni, hogy ez a poloska bejutatja a rothadást előidéző nyálát a gyümölcsökbe, és ebből ő ezt a rothadó levet fogja kiszívni, tehát nyilván ez fogyasztásra később germán alkalmatlan lesz. A legnagyobb kártételt azt az almásokban, baraszkosokban teszi, illetve kiskertekben nagyon bosszant, amikor a paradicsomot is megkezdik, ez most elég aktuális, én úgy érzem. Hazánkban elsősorban a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványpoloska egyedei elterjedtek. A szakember hozzátette, tévhit, hogy a rovarok ellen nem létezik irtószer, mezőgazdasági valóban nincs, azonban az egészségügyi kártevő irtásban már használnak a lakások védelmére alkalmas készítményt. A vállalkozások regionális munkaerő támogatását eddig összesen 1,7 milliárd forint értékben ítélték meg a munkaadóknak. Az igénylések alapján ígéretes a folytatás is. Mostanáig közel 3500 vidéki álláskereső után kértek, mintegy 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást a cégek, ismertette kedden a Technológiai és Ipari Minisztérium. A vállalkozások regionális munkaerő támogatása program legfeljebb fél éven át havonta akár 150 ezer forintos hozzájárulással ösztönöz az álláskeresők felvételére. A lehetőség az ország minden részében, az összes vidéki régióban elérhető 2022. augusztus 15-e óta. A támogatás célcsoportjába tartozik, aki még nem töltötte be a 25. életévét, 25-30 év közötti pályakezdő, 50 év feletti legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső. Driftelésre használta a szakályi focipályát egy fiatal. Az újonnan vett autóját próbálta ki, ezt mondta a rendőröknek. Hamarosan bíróság elé kell állnia. Nemrégen egyébként a mostanihoz kísértetiesen hasonló eset történt Bátaszéken. Még látszik, a pálya sara a rongáló autó gumiján. Néhány napja értesítette a rendőröket Szakály polgármestere, mert valaki vagy valakik szándékosan drifteltek a helyi focisták által használt területen. Az egyenruhások napokon belül elfogták a gyanúsítottat. Sikerült azonosítani egy 19 éves regői férfit, aki feltehetően a driftelést elkövette, ezzel megrongálva a szakályi focipályát. Kollégáim megkeresték a fiatalembert, akit elszámoltattak, ő el is ismerte, hogy az újonnan vásárolt autóját a szakályi focipályán próbálta ki. A regői fiatalnak rongálás miatt kell hamarosan bíróság elé állnia, de nem ő az egyetlen, aki az elmúlt időszakban így vandálkodott. Ezeket a fotókat júniusban készítették a rendőrök, akkor Bátaszéken történt hasonló. Még a nyár elején a bátaszéki focipályát rongálta meg ismeretlen személy az autójával, melyet kollégáim felderítettek, azóta a 21 éves férfit már gyanúsítottként is hallgatták ki. A nyári rongálás értéke meghaladta a 500 000 forintot. Úgy tudjuk, a mostani Szakályban történt esettel okozott kár ezt az összeget nem éri el. A kormány novemberben újraindítja a napelemes pályázatát, melynek keretében a jogosultsági feltételek megléte mellett az átlag alatti jövedelemmel 100%-ban kaphatnak az első fordulóban támogatást a pályázók. Baranya, Somogy és Tolna megyében összesen 23,6 milliárd forintra adtak be igényt az első fordulóban, ami meghaladta az eredeti keretet, ezért budapestieknek szánt forrásokból csoportosítottak át. Egy napelemekkel foglalkozó cég munkatársai nyár közepe óta tapasztalják a megnövekedett igényeket. Nem véletlenül, hiszen átlag feletti fogyasztás esetén nagyon sokat lehet fogni a költségeken, de klímával, hőszivattyúval kombinálva akár a gázfűtést is ki lehet váltani, a rezsiköltségeket is le lehet nullázni. A mezőgazdasági terület nagysága 5 millió 81 ezer hektár, az ország területének majdnem 55%-a, a szántó terület
32 000 hektárral nőtt egy év alatt, a június 1-jei összesítés szerint, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal közleményében. Az ország területének 45%-a szántó, ami a mezőgazdasági területen belül 82%-ot tesz ki. A többi 15% gyepként hasznosult, majdnem 3% szőlő és gyümölcsös, a fólia és üvegház alatti növénytermesztés területe körülbelül 2000 hektár. A vetésszerkezet legnagyobb részét az olajos magvú növények mellett a gabonafélék teszik ki. Arányuk az utóbbi 3 évben még nőtt is, míg az ipari növényeké és a takarmány növényeké csökkent, akár csak a zöldségféléké. Az üzemidő hosszabbítás projektjének formális megalapítására is sor kerülhet még idén, ezt mondta az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója. Pekári Géza szerint napi aktualitásokkal rendelkezik a projekt. Készül a terv, illetve azon dolgoznak, hogy megteremtsék a szükséges személyi, szervezeti feltételeket. A technológiai és ipari miniszter korábban azt mondta a projektről, hogy alapvetően 10 és 20 év közötti hosszabbítás lehetséges. Arról beszéltünk, hogy a Paks egy üzemidő hosszabbításának milyen lehetőségei vannak. A kormány elkötelezett amellett, hogy Paks egy üzemidejét lényegesen meg tudjuk hosszabbítani. Idén júniusban jelentette be a technológiai és ipari miniszter, hogy a kormány elkötelezett a Paksi atomerőmű 4 blokkjának üzemidő hosszabbítása mellett. Az ezzel kapcsolatos megalapozott és felelős döntéshez szükséges feladatokról folyamatosak az egyeztetések. A projekt napi aktualitásokkal rendelkezik, az ütemezésnek fontos elemei vannak, mondta a Teit napon, híradón kérdésére a Paksi atomerőmű vezérigazgatója. Szándékaink szerint ebbe az évben a projekt formális megalapításáig szeretnénk eljutni, ez azt jelenti, hogy projekttervet készítünk, projektalapító okiratot hagyunk jóvá, illetve a szükséges szervezeti személyi feltételeket megteremtjük. Az üzemidő hosszabbítás projekt minden elemét a teljes nyilvánosság előtt kívánják végrehajtani. A jövőben a 6 blokk együttes működtetése is kiemelten fontos lesz, mert hozzájárul az ország energiafüggetlenségéhez. Nagyon reméljük, hogy ez az állapot bekövetkezik, és viszonylag hosszú időszakot tud átölelni ez az együttes működés. És hát én személy szerint bízok benne, hogy a 6-on túl még további blokkok is, nem feltétlenül a Paksi telephelyen, de a Duna hűtővizét felhasználó, illetve ahhoz közel adott esetben még tudnak működni, hiszen az energiarendszernek nagy szüksége van a stabil termelői kapacitások rendelkezésre állására. A Paksi atomerőmű 4 blokkja 1982 és 1987 között készült el, a 30 éves üzemidőt 2012 és 2017 között 20 évvel hosszabbították meg. A technológiai és ipari miniszter korábban azt mondta a mostani projektről, hogy alapvetően 10 és 20 év közötti hosszabbítás lehetséges. Regionális híreink következnek. Segítse a pécsi önkormányzat a rezsifizetést, a javaslatról sem egyeztetett a baloldali városvezetés. Az Euraquilo alapítvány javára gyűjtöttek, sokan futottak együtt a rákgyógyításért. Balatoni piknik, egyre népszerűbb a mini fesztivál. Nem ment el a városvezetői baloldal arra az egyeztetésre, amit a pécsi Fidesz frakció hívott össze. Ezen azokat a javaslatokat tárgyalták volna meg, melyek alapján az önkormányzat segítséget nyújthatna a legelesettebbeknek a rezsifizetéshez, illetve a vállalkozók bérleti díjfizetését mérsékelnék, hogy segítsék működésüket. Egyedül a DK-ból kizárt egykori alpolgármester egyeztetett az elképzelésekről, aki elítélte a baloldal távolmaradását. Szociális rezsitámogatás, bérleti díj kedvezmény a vállalkozásoknak, ezt a javaslatot tette múlt csütörtökön a pécsi Fidesz frakciója. Hétfőre találkozót hívott össze a baloldali frakciók részvételével, hogy megvitassák a javaslatot. Azonban nem jött el senki a városvezetői oldalról. Vélhetően egyébként a szociális rezsitámogatásnak és a bérleti díj kedvezmény tárgyalásánál fontosabb ügyekben szolgálják a pécsiek érdekeit a mai délelőttön. De ma nem is hallhattam az ő álláspontjukat és az ő érveiket, vagy ellenérveiket. Jövő héten kedden egész biztosan fogom hallani, hiszen ezt a javaslatunkat, ezt most a héten be fogjuk terjeszteni a pécsi közgyűlés elé, és a jövő héten, szeptember 20-án tartandó pécsi közgyűlésen ezt meg kívánjuk tárgyaltatni.
Csak a nagy nyilvánosság előtt megalázott és lemondott egykori DK-s alpolgármester jött el a találkozóra. Bognár Szilviának megköszönte Csizmadia Péter, hogy megvitathatták a javaslatot. Hogy miért jöttem el, ez azt gondolom nem kérdés. Én eszméletlenül hiszek a vitában, a párbeszédben, és mivel baloldali embernek tartom magam, és ebben az ügyben a középpontban az ember áll, akkor nekem itt a helyem. Pécsen nem csak itthon kell érezni magunkat, hanem otthont kell éreznünk magunk körül. A képviselő szerint el kellett volna jönniük a baloldali politikusoknak, legalábbis akik szabadon megtehetik ezt. Vannak olyan képviselőtársaink, akiknek van munkahelye a képviselőségen kívül, őket feloldozom, mert lehet, hogy 3 munkanap alatt ezt nem lehetett megoldani, vagy nem rugalmas a munkaidejük. Azok azonban, akik a baloldali frakciókban ülnek, és nincs egyéb elfoglaltságuk, és vissza sem jeleztek, hogy nem tudnak itt lenni, ez szerintem ebben a szituációban egy fekete pont részükre. Bognár Szilvia úgy véli, hogy egy több 10 milliárdos költségvetésű városban megvalósíthatók ezek a javaslatok, mint ismert 100 millió forint körüli összegbe kerülne, ha a legszegényebb pécsiek rezsijéhez és a kisvállalkozásoknak a városnak fizetett bérleti díjához járulna hozzá az önkormányzat. Hazai és külföldi DJ-k szórakoztatták a siófoki plázsra érkezőket. A Nagyon Balaton elnevezésű minifesztivál egyre népszerűbb a tóhoz látogatók körében. Péntek délutántól pool party várta a fesztiválra érkezőket. A medence mellett Mirmur gondoskodott a hangulatról, amely ezen a fesztiválon nem annyira pörgésről, hanem a lazulásról, a chill érzésről szólt. Azt kell mondjam, hogy a zenei szelekciónak ez az egyik fő vezérfonala, hogy nyugodtabb, kellemesebb, ilyen, hogy mondjam, gyerekbarát zenéket szoktunk összeválogatni. Igen. György Flóra, vagyis Mirmur nem tudatosan készült erre a zenei pályára. A zenével mindig is szerettem foglalkozni, klasszikus zenei hátterem van, muzikális a családom is, és így egyszer csak ide kerültem a parti kultúrán keresztül, egyszer csak így hopp, belekerültem a DJ-zésbe, itt vagyok, sziasztok! Az idei fesztivál 2018 óta már a 4. piknik volt, amelynek először adott helyszínt a siófoki plázs. Az elmúlt években Balatonbogláron, illetve Balatonaligán találkozhattak szeptember elején a műfaj szerelmesei. A piknik mindig próbál egy kicsit több lenni, mint egy szimpla parti, nem csak az időtartam tekintetében azzal, hogy kétnapos eseményfesztivál, hanem azzal is, hogy megpróbál kicsit egyensúlyozni a között az esti, mondjuk ilyen vadabbnak mondható parti hangulat, és a klasszikus piknik hangulat, a lazulós, szállósabb piknik hangulat között. Megpróbáltuk ezt a fajta kettősséget érzékeltetni nem csak a zenei programban, hanem a helyszíni dekorációban, azzal, ahogy átöltöztettük a Balaton piknik helyszínét, a plást. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta piknik hangulat ez idén is tetten érhető lesz majd itt a plázson a 2 nap alatt. Az idei Balaton pikniken csaknem 40 hazai és külföldi DJ szórakoztatta a siófoki közönséget. Idén is az Eurakvilló Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány volt a kedvezményezettje a Fussa Rákgyógyításért elnevezésű rendezvénynek. A szervező PTS sportiroda munkatársainak idén is az a célja, hogy a futás során összegyűlt összeget a betegekre, valamint az ő komfortérzetük növelésére fordítsa egy alapítványon keresztül. A Fussa Rákgyógyításért elnevezésű akciót a Dél-Dunántúli Postás Ese indította el. Az évek során több mint 23 ezeren, összesen 21 millió forintot futottak össze a Pécsi Tudományegyetemhez köthető nőgyógyászati daganatos betegekért alapítvány javára. 2019 óta a PTS sportirodája szervezi a futást. Ez az ászlóshajónk, egyrészt szeretünk sok embert sportolni látni, másrészt pedig én azt gondolom, hogy nem ilyen buta kis panel az, hogy jónak lenni jó és segíteni jó. Az irodánk alapvetően egy ilyen mentalitású iroda, és borzasztóan örülök annak, hogy talán a legtöbb embert látjuk most itt együtt bemelegíteni, aztán majd futni a rákgyógyításért. A jótékony célú futóverseny kedvezményezettje 2019 óta az Eurakvilló Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány, akik minden évben életmentő, életminőségjavító készülékeket vásárolnak a befolyt összegből.
Az alapítvány daganatos gyermekek kezelésében segít. Pécsre évente 30-40 rákos megbetegedéssel újonnan diagnosztizált beteg fiatal kerül. A közös összefogás, egymás támogatása, ez vezet igazán eredményre. Ilyen egy kicsit a futás is, tehát ez egy önként vállalt kellemetlenség, ha nem kerget senki éppen. És így együtt, közösen sokkal könnyebb tenni valamit. És az alapítványnak is ez a célja. Több mint 2000-en csatlakoztak az akcióhoz idén. Családok, baráti társaságok együtt futottak, hogy segítsék a rászorulókat. Mi ketten jöttünk a lányommal, illetve a két kutyánkkal, és a taktikánk az az lesz, hogy lassabban, de minél tovább bírjuk a futást, én nem vagyok edzésben most. Az eseményen sportszervezetek is képviseltették magukat, a tagok együtt teljesítették a távot. A közös szakosztálytól érkeztünk egy körülbelül 9-en. Taktikánk az lesz, hogy szívvel, lélekkel részt veszünk a futáson, és mint szoktunk, beleadunk mindent. A rajt 3 percen keresztül tartott, mire a mezőny vége elindult, az élboly már a táv felénél járt. A futókat a célegyenesben a vívó szakosztály sorfala fogadta. A nyári főszezon után ősszel is számos újdonsággal, koncertekkel, kulturális programhajóval, gasztrokomppal várja vendégeket a Balatoni Hajózási Társaság. Hétvégén még utóidényi menetrend volt érvényben. Egymás után futottak ki, majd sorra érkeztek is vissza a sétahajók a siófoki kikötőbe vasárnap. Gyönyörű a táj, és hát egy minden egy élmény. A balatoni hajózás a kisgyermekes családok egyik kedvenc programja, nem csak nyáron, hanem ősszel is. Volt kacsa. Vitorlás. Hullámok. Bár a nyárnak vége, ilyenkor ősszel is számos program és élmény várja a Balatonhoz érkezőket. Nagyon szép a táj is, hogy tényleg megéri megnézni. Én csak ajánlani tudom ilyenkor is ősszel. Ezen a hétvégén még az utóidényi menetrend volt érvényben a Balatonnál. A menetrend szerinti járatok 11 útvonalon közlekedtek, míg a sétahajók 11 kikötőből indultak. Hétfőn indul az őszi idény, amelyre rengeteg újdonsággal készül a hajózási társaság. A menetrend szerinti hajók 6 útvonalon járnak, a sétahajók pedig 7 kikötőből indulnak az ősszel. A hajós programok népszerűségét tovább növelheti, hogy szeptemberben további 15%-os kedvezményt kapnak azok, akik online vásárolnak jegyet. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Megkezdődtek a szüreti napok előkészületei, változik a forgalmi rend Szekszárdon. Egyre több a poloska, a lakásokba is beköltöznek a kellemetlenkedő rovarok. Driftelésre használta a focipályát, rongálás miatt kell felelnie a fiatalnak. Üzemidő hosszabbítás, napi aktualitásokkal rendelkezik a projekt. Szerdán egy mediterrán ciklon melegfrontja éri el térségünket, megélénkülő délnyugati széllel, elvékonyodó felhőzet melletti változó napsütés lesz jellemző, számottevő csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!